Meg mindenféle ajándékokat, meg díjakat át, arról nem beszélve, hogy utána egy olyan beszélgetés van, amit egyszerűen nem lehet abba hagyni. És az ember folyamatosan azt szeretné, hogy mi lenne, ha beköltözhetne a lakásába, és végig csak hallgatná őt, csak hallgatná. Én legalábbis így volnék vele. Úgyhogy én vagyok a keresztanyja, csak úgy mondanám. Így ennek a színpadnak, de az az igazság, hogy ez egy ilyen kis ékszer doboz, nem? Én jönnek a legjobb. Nem van a régen. Illetve hát amikor utoljára itt jártunk, akkor István bemutatta nekem még a műsor előtt ezt a kis területet itt, és mondta, te itt fogsz ülni a fotelba. Mondom, én is, Katalin majd hol ül? Milyen Katalin? Hát Tokod Ilona, mondtam én. Így indult a 70. születésnap, amire ugye én, aki hát a színpad tulajdonos nője lett. Hirtelen, igen, Katalin hol ül, de hát nem baj. Katalint és Ilonát is imádtuk, úgyhogy bocsánatot kérek visszamenőleg. És most mielőtt ide jöttek a vendégek, és mi is, azt mondta István, hogy a múltkor valahogy nagyon lemaradtam, nem, kevés voltam. Hát ilyen velem még nem fordult elő, mert inkább mindig azt mondják, hogy egy kicsit sok voltál, Erzsike. Nem a színpadon, ahol szerepelek, hanem amikor beszélni kezdek. A múltkor meghívtak Százhalombattára. Van egy önálló műsorom, bevezettek, telt ház volt, és az igazgató mondja, hogy hát én fogok majd kérdezni, és ön válaszol, mert két szék volt ott, mondom, maga kérdez engem? Miről? Hát azt mondtam, majd ahogy adódik, na jó, mondom, próbálja meg. Előre megy, és azt mondtam, hogy kedves közönség, én ide nagyon nagy szeretettel jöttem, de zavarban vagyok, mert a direktor úr azt mondta, hogy most ő fog kérdezni. De én készültem, és én szeretettel beszélnék magamról, hogyha önöket érdekli. Úgyhogy soha többet az ember meg nem szólal. És én beszéltem, meséltem, és a végén hát azóta is állandóan ezzel ugrott engem, mert járunk oda előadásokra is. De hát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen már mindent elmondtam, mert ahogy Évi mondja, hogy én ide szó szerint befészkeltem magam, mert engem évekkel ezelőtt egyszer meghívtak ide, hogy meséljek a Klárikáról, ugye, mert hát ugye ez a Tolnai Klári házam, végül is róla van szó. És akkor én eljöttem, és meséltem. Hát nagyon sok évvel ezelőtt volt, és én itt ragadtam. De ehhez még tudni kell azért azt, hogyha már teljes legyen a történet. Gyere, Lati, hallhatatlan! Nem rólam szóltak a történetet, csak előre szóltak. Na, de most nem te rólam. Mindenki másnak kell, és nagyon-nagyon örülök neki. Igen, én is nagyon örülök neki. Ennyi? Ennyi történet után nekem nincs mit mondani. Nagyon örülök neki. Igen, ennyi. Mert megbocsoltam, értem, mert olyan... Igazából olyan igazságtalan a mi pályán. Nem segít a színész. Mondom, mi én? Én segítsek? Hát az én szerepemet játsza. Hát csak nem képzeli, hogy én fogok. Meg, hát én sose ennyit tartottam lakatot a számra, mondtam a magamét, hát akkor az a minimum. Hogy a, és hát nem mondok nevet, de már az a színésznő nem is létezik.
a másiknak meg a rendező volt a... Akinek segítenem kellett volna, annak se segítettem. Hát hülye vagyok, én segítsen neki az acsapulit. Az se létezik már. Nekem belül ez nem is elégtétel, mert nem is... Szóval nincs bennem semmilyen rossz érzés. Csak nagyon rohadt éveket éltem meg. Ugye Érdi Sándor és Szegvári Katalin, ők ketten indítottak, hiszen a Színetár, ugye, csatlakozott? Igen, igen. És ők azok, akik megjelölik azokat a színészeket, férfi színész, női színész, operaénekeseket, táncosokat, ugye? Akik közül szerintük, lehet. Akik szerintük megérdemelni, de én szerintem nagyon sokan, tehát évről évre ugye van jelölés, és ez teljesen jó, és nekem is rettenetesen jól esett, hogy egyáltalán gondoltak rám, amikor engem fölhívtak, azt hittem, hogy ez most valami vicc, és mindjárt majd jön a, azért, hogy na, betöltél, mi betöltél? De mondom, hogy kerülök én egyszer csak a palettára, és nem tudom, te hogy voltál ezzel, Kati? Én sem tudtam elhinni, annyira röhögtem. Tehát nem vettem. De hát persze az ember nagyon örül, és egyáltalán, hogy jelölnek. Tehát valóban, ez nem álszerénység, hanem valóban így van, hogy nagyon örülök ebben, hogy egyáltalán eszébe jutott valakinek. Mert azt tudni kell, hogy ez semmilyen pénzzel nem jár ez a díj. Ez egy üvegplakett, amit kapunk, és az, hogy belelépünk a betonba, igen, ott marad a lábnyomunk. De ez semmilyen anyagi haszonnal nem jár, és mégis mindenki, ez a tisztelet, vagy a szeretet nem is. Igen, azon. Mert ez elköltjük a lábnyomunk, meg ott se nincs jelentősége. Igen. Igen. Igen, ott marad a nevünk, és ez nagyszerű. És az, hogy szavazás alapján, tehát ez nagyon nagy dolog. Én az én esetemben el kell mondanom, hogy ez nem csak arról van szó, hogy a közönség szavazott, hanem itt talán az nem szerénytelenség, hogy az én esetemben egy nagy szakmai összefogás történt. De aztán a színház is, és bárhova mentem, a kollégáim a nyakamba borultak, hogy ők mennyire is drukkolnak. Nem is hitték el, a kollégák sem tudta, hogy őnek is semmilyen. De ez, amikor ennyire kézzelfogható ez a fajta szeretet, nem tudom, amikor az ember megy és csinálja a dolgát minden nap, persze, és jól vagyok, és én nem vagyok egy díj függő, tehát nem érdekelt. Én röhögtem. Mindig azt mondtam, hogy anyukámnak mindenem megvan, otthon minden megvan, úgyhogy nem érdekel nagyon, hogy most ez, szóval tényleg nem foglalkoztam ezzel. De ez, hogy így rám szakadt, ez a mennyiségű szeretet, mondjuk el azért azt is, hogy a mamája, ugye Zsuzs Éva, aki hát egy csodálatos rendező volt, de hogy az emberekben a tapintat is, mintha egy kicsit megszűnt volna mostanában, mert Katóval a nap mint nap előfordul, hogy szakmabeliek is. Jaj, te! Imádtam az anyádat! Na most ez nagyon kedves dolog, csak hát ugye... Hát igen. Nagyon kedves dolog 10 évesen, meg 20 évesen. De mikor ő már a szakmának egy olyan... És nagyon szeret, nagyon örülök, mert az a fajta szeretet, ami anyám felé irányult, az rám is visszajön. Tehát ez egy nagyszerű dolog. De amikor az ember itt áll öreg, beteg, fáradt, néger, zsidó, kommunista, nyugdíjas színésznőként, akkor azt mondom, hogy de bocsánat, de én is itt vagyok. Csak egy kicsit, vagy én is itt vagyok.